Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a sokoldalú és fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos projektötletek benyújtására íródott, majd az MNVH elnökségének értékelése alapján a Nemzeti Vidékfejlesztési Program irányító hatósága jóváhagyása nyomán megvalósuló konferenciasorozat nyitó rendezvényén. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Kovács Szilvia vagyok, Karcagváros alpolgármestere, a Legszebb Konyhakertek program ötletgazdája, és egyben a mai konferencia háziasszonya. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter urat, városunk volt polgármesterét. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dobos László urat, városunk polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm Gyurcsek János alpolgármester urat. Köszöntöm Rózsa Sándor jegyző urat. Tisztelettel köszöntöm körünkben Iván László urat, felvidéki testvérvárosunk Szepsi alpolgármesterét, Lesi Árpád urat, testvérvárosunk Kunszent Miklós alpolgármesterét, Dombi Imrénét, Püspökladány alpolgármesterasszonyát, és Márkus Gábor urat, Püspökladány alpolgármesterét, akik 2012-ben már felvállalták és városukban megvalósították a Legszebb Konyhakertek programot. Köszöntöm a környező településekről érkezett polgármestereket, alpolgármestereket, képviselőket. Köszöntöm körünkben a 95 éves Balla Margit nénit, aki a Kunszentmártoni gazdakör tiszteletbeli elnöke. Köszöntöm Karcagváros és a környező települések képviselő urait, asszonyait. Az intézmények vezetőit. Mai rendezvényünk előadóit. A polgármesteri hivatal dolgozóit, minden kedves jelenlévőt, aki részvételükkel megtisztelték a mai rendezvényünket, illetve a tévé előtt ülő kedves nézőinket, és a sajtó képviselőit. Elsőként tisztelettel felkérem Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét a jelenlévők köszöntésére. Miniszter úr, alpolgármester asszony, alpolgármester úr, jegyző úr, hölgyeim és uraim! Én is nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a mai rendezvényünkön. Magyarország legszebb konyhakertje 2013 pályázat nyitó rendezvényén, nyitó konferenciáján. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket megjelenésükkel, és engedjék meg, hogy én is köszöntsem külön Fazekas Sándor miniszter urat, a rendezvény fővédnökét, köszöntsem a meghívott előadókat, és természetesen minden kedves érdeklődőt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy is indult ez az egész program? Az igazság az, hogy valamikor a tél végén, tavasz környékén Kovács Szilvia alpolgármester asszony fejéből kipattant egy ötlet, miszerint jó lenne egy versenyt hirdetni itt a karcagi kerttulajdonosok gazdálkodó körében, kinek van a legszebb kertje, és a gondolatot természetesen tett követte, és elindult maga a versengés. Így lett aztán Kovács Szilvia alpolgármester asszony az ötletgazda. Bőségesen jelentkeztek azok, akik szerették volna megmérettetni magukat. A verseny lezajlott, a megmérettetés eredménye is megszületett. A lovas napok alkalmával díjaztuk azokat, akik arra érdemesek voltak. Miért van szükség egy ilyen versenyre? Több oka is van, csak néhányat hagy említsek ezek közül. Természetesen a kertészkedés
az emberi tevékenység egy alapvető formája. A régmúltban, ahogy már itt az előzőekben beszélgettünk hozzáértő emberekkel, kiderült, hogy tulajdonképpen mindig is kertészkedtek az emberek, ellátták magukat a városokban, tanyákon, megfelelő élelmiszerekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel, és ez egy természetes dolog volt. Úgy gondolom, hogy napjainkban sem elhanyagolható dolog. És hogy miért fontos? Fontos többek között azért, mert kapcsolódik az egészséghez, hiszen ha valaki csak a jó levegőn tevékenykedik, az már maga egy jó dolog, egy egészségmegőrzés, maga a mozgás nagyon-nagyon fontos, és természetesen nem elhanyagolható dolog az sem, hogy ha olyan termékeket termesztünk, amit tudjuk, hogy bátran fogyaszthatunk. Gazdasági szempontból sem elhanyagolható dolog ez a kertészkedés, földművelés, gyümölcstermesztés, hiszen nem csak a családi büdzsét lehet ezzel szépen gyarapítani, már csak azzal, hogy nem máshol veszik meg ezeket a termékeket, hanem még akár, hogyha többet termésünk van, a piacra is lehet ezt eljuttatni. Egyébként Karcagon óriási hagyománya van a kertészkedésnek. Alig van olyan város, olyan település, mint Karcag, amit ilyen szépen, gyakorlatilag egy félkörben zárt kertek vennének körül. 10 darab zárt kert található Karcagon, körülbelül olyan 230 hektárnyi területen fekszik ez a zárt kert sor, és körülbelül 2200 kertföld található ezekben a zárt kertekben. Tehát a karcagi emberektől nem idegen ez a tevékenység. Nagyon örülök, hogy városunkból indul ez a pályázati rendszer. Gratulálok még egyszer Kovács Szilvia alpolgármester asszonynak, az ötletgazdának, hogy ezt elindította. Bízom abban, hogy valóban az egész országra ki fog terjedni ez a kezdeményezés, sőt, abban is bízok, hogy határokon túl is fog ez nyúlni. Mindenki hasznára, mindenki örömére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahhoz, hogy mindenki jól tudja majd tenni a dolgát a kiskertekbe, és én magam is, mint kertföld tulajdonos, nagyon-nagyon oda fogok figyelni, hogy szép legyen a kertem, és valamikor majd én is el tudjak indulni egy ilyen versenyen. Nagyon hasznos tanácskozást kívánok Önöknek, hallgassuk figyelemmel az előadóinkat, tanuljunk tőlük. Kellemes időtöltést kívánok Önöknek, köszönöm, hogy meghallgattak. Megköszönöm Dobos László polgármester úr köszöntő és biztató szavait. Nagy tisztelettel felkérem dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat megnyitó beszéde megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, kedves jelenlévők, szeretettel köszöntök mindenkit ezen az igazán fontos alkalmon. Meggyőződésem, hogy kiváló az elképzelés, a konyhakertekre ráirányítani a közvélemény figyelmét, megművelni a földet, és fontos lépés azért is, hogy tényleg műveljünk meg minden négyzetmétert, ne maradjon bevetetlenül Magyarországon egyetlen terület sem. A mai világban, amikor az élelmiszerek ára emelkedik, amikor sokan bizony nagyon nehezen tudják előteremteni a mindennapi betevőre a pénzt, akkor különösen aktuális az, hogy éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyek ott vannak a közvetlen közelünkben, szemünk látára kínálják a megoldást. Az, hogy legyenek konyhakertek, művelt kiskertek, lehetővé teszi, hogy olcsón, illetve kedvező áron, kis befektetéssel, egészséges, jó minőségű élelmiszert tudjunk a családok, családtagjaink asztalára tenni. És hogyha visszatekintünk az elmúlt néhány évtizedre, elmondhatjuk, hogy Magyarországon mindig is volt kertészkedés, az emberek számára nem volt kérdés az, hogy ezzel érdemes-e foglalkozni. Aztán 10-15 évvel ezelőtt történt valami, egyre inkább, hogy én is beszélgettem karcagiakkal, de más településeken is mindig azt hallottam, hogy hát már nem éri meg olcsóbb a boltba vásárolni, nem éri meg a kerttel foglalkozni, fölbukkantak azok a porták, ahol nyírodgyep van és tujasorok, és más nincs is.
És úgy elgondolkoztam, hogy vajon tényleg mi lehet a magyarázat annak, hogy az emberek kertészkedési kedve az lanyhult, fölhagyták a szőlős kerteket, szőlőhegyeket például sok helyen, az árkertekben is egyre kevesebben ballaktak ki, és ápolták a fákat, veteményeztek, és így tovább. És arra a következtetésre jutottam, hogy itt azért valami nagyon el van rontva, mintha agymosással állnánk szemben, mint olyan érdekek moccanának meg, hogy ne termeljenek az emberek, vásároljanak inkább boltból importtermékeket, tömegtermékeket, olyan dolgokat, amelyeket korábban sajnálták kiadni a pénzt is, mondván, hogy azt a kis hagymát én is meg tudom termelni, hát miért fizessek ezért X összeget. Óriási érdekek mozognak a világgazdaságban, amelyeknek a célja az, hogy kiszolgáltatottá tegyék a vásárlókat. A céljuk az, hogy minél több hasznot zsebeljenek be, függetlenül attól, hogy egy adott társadalom képes-e megfizetni mindennek a költségét. Hiszen azért a szállításnak, a raktározásnak, a kereskedelemnek is megvan a maga költsége. És jó pár év alatt Magyarország eljutott oda, hogy nagyon jelentős mértékben importra szorul, hozzánk óriási tételbe érkezik olyan termék, amit mi magunk is a ház körül meg tudunk termelni. Minden adottságunk megvan hozzá. Ezért is kiváló ez az elképzelés, és a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatását élvezi. Az én támogatásomat is természetesen, hiszen a mi családunk is kertészkedik. Most már kísérleti parcella jellege van annak a jó néhány négyzetméternek, amellyel birkozunk többek között, azért is, hogy lássuk azt, a mi családunkban is lássuk azt, hogy megéri-e, tényleg igaz-e az, hogy nem éri meg a kertészkedéssel foglalkozni. És hogyha valaki kiszámolja, ért hozzá, odafigyel, és a szakirodalomból is egy kis, vagy konferenciákból is egy kis tudást még hozzá tud tenni, akkor jól látszik az, hogy igenis érdemes foglalkozni kertészkedéssel. Hogyha nyugati példákat nézünk, ott is látod, hogy minden négyzetmétert megművelnek, sorsolni kell a kis hobbi telkeket, sorban állnak azért a pár négyzetméterért, és igyekeznek egészséges élelmiszert, friss élelmiszert termelni. Nekünk sem kell más tennünk, mint az elődeink példáját követni, illetve ezeket a nyugati megoldásokat. Ezért is hasznos ez a kezdeményezés, és ha a föld művelésére és visszakanyarodok egy kicsit, nem tudom hányan tudjuk, mi fölmérettük, 200 ezer hektár megműveletlen zárkerti, hobbikerti, szőlőskerti terület van ma Magyarországon. 200 ezer hektár. Ez a nemzetgazdaság szempontjából is egy olyan lehetőség, amivel élnünk kell. És a magyar társadalom, a vidéken élő emberek számára is egy plusz lehetőség, amely megnyílik. Amit termelünk, el tudjuk fogyasztani, el tudjuk adni gazdapiacokon, az bekerülhet a vérkeringésbe, a gazdaság vérkeringésébe, és így az import termékek is visszaszorulnak. Nem lesz rájuk szükség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez egy nagyon fontos cél. Nyilván hosszú évek kellenek ahhoz, hogy elérjük, hogy minden négyzetmétert megműveljünk, de ilyen lépéseken keresztül lehet ezt a célt elérni. Én sok sikert kívánok a mozgalomnak, a pályázathoz, a pályázóknak, és bízom benne, hogy sok önkormányzat lép be ebbe a körbe. Tényleg láthatjuk azt majd Magyarországon, hogy egyre több szép konyhakerttel dicsekedhetünk. És egyre több finom, egészséges, jó minőségű élelmiszert tudunk letenni az asztalra. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Megköszönöm dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, hogy megosztotta velünk gondolatait és megnyitotta a rendezvényünket. Rendezvényünk első mozdulataként engedjék meg, hogy ismertessem önökkel az idén elsőként városunkban megvalósításra került a Legszebb Konyhakertek című programot, és egyben meghirdessem azt jövőre az egész ország területére nézve. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Előadásom első részében, ahogyan már említettem, a 2012-ben Karcagon elsőként elindított programot szeretném ismertetni önökkel. Joggal merülhet fel a kérdés mindenkiben, miért van szükség erre a programra, mi benne a jó, miért jó ez nekünk? Nos, válaszul, vizsgáljuk meg a következő szót, az alapgondolatokat. Látják, el van választva, de nem azért van így elválasztva, mert nem ismerem a helyesírási szabályokat és rosszul dolgoztam. Ennek oka van, nézzük is meg, és vizsgáljuk meg a szót, ahogyan kértem az előbb.
Gondok, problémák, amik ilyenkor eszünkbe jutnak, és az alapját képezik, és okul szolgálnak ahhoz, hogy egy ilyen program elinduljon. Mik ezek? Tendencia, hogy udvarunkon szinte csak füvet vágunk manapság, ezáltal a vidék kezdi elveszíteni régi arculatát, és tulajdonképpen lassan már csak az öregek, az idősek, a nagyszülők foglalkoznak ezzel. Ez bizony probléma és gond, főleg az a szemlélet, amit miniszter úr is említett, hogy lassan már olcsóbb megvenni a szupermarketekben ezeket a termékeket, és senki nem a termeléssel foglalkozik. A program célja tehát az, hogy felkeltsük a figyelmet arra, és ebben ösztönözzük az embereket a zöldségtermesztésre, ezáltal az önellátásra, illetve arra, hogy egészséges élelmiszer utáni igényük legyen. Ezzel szeretnénk szemléletet váltani, illetve aki ezt már műveli, adja át a szemléletet másoknak is. Egy másik nagyon fontos küldetése a programnak, hogy eloszlassuk azt a tévhitet, hogy ha valakinek díszkertje van, a zöldségekkel elcsúfítja azt. És nagyon sok példa van rá, hogy bizony a zöldséges kert is lehet a díszkert része, sőt a fűszerek is helyet kaphatnak ebben. Mint ahogyan említettem, a program célja a példaadás korosztályon belül, hiszen egymástól az emberek ezt ellesik, sőt sokszor el is irigyelik, versengenek önmaguktól egymás között, kinek a kertje szebb, nem a füve zöldebb, kinek a zöldséges kertje szebb. Ezáltal értéket tudunk átadni az utód nemzedéknek, hiszen a fiatalok elleshetik tőlünk, az idősebbektől, mivel is foglalatoskodnak délutánonként és hétvégenként. Ezáltal sikerül a gyakorló kertészek munkáját elismerni, és megerősíteni őket abban, hogy bizony ők nagyon jó úton járnak. Ezáltal a vidéki udvarképek visszakaphatják régi arculatukat, és ami nem feledendő, a régi módszerek, amiket már lassan elfelejtettünk, előtérbe kerülnek, felidéződnek, és ezáltal át tudnak adni, és meg tudnak őrződni. A programnak számos pozitív hatása van, nézzünk egy pár legfontosabbat. Említettem a példaadást, értékadást, életvitel mintát, ami úgy gondolom minden generáció számára nagyon fontos. Hagyományok feleledése, továbbadása szintén, illetve a fiataloknak helyes szabadidő eltöltés mintát tudunk biztosítani, illetve az idősebbeknek pedig aktív nyugdíjas kort lehet biztosítani a program által. Nagyon komoly közösségfejlesztő szerepe van a programnak, hiszen már a mi kertészeink, a kertgazdáink, akik jelentkeztek, számosan jeleztek nekem vissza, milyen nagyon jó dolog, hogy össze tudnak jönni, a tapasztalatokat ki tudják cserélni. Egy kis közösség alakult már ki, és én úgy gondolom, hogy ez a közösség a továbbiakban csak fejlődni, gyarapodni, szélesedni fog. A kertművelés és a pályázatban, programban való részvétel során mindenkinek az önértékelése megnő, én úgy gondolom. Ezzel az öngondoskodást is tudjuk szélesíteni, hiszen fölismerik az emberek, hogy bizony, ha megtermelik maguknak a zöldséget, mennyivel jobban járnak, és ezáltal a generációk közötti hidak is építhetőek, továbbfejleszthetőek, megőrizhetőek lehetnek. Nagyon sokan bemutatták nekünk a szemlék során, hogy a nagyszülők az unokákban gondolkodnak, nekik igyekeznek átadni a kertbeli tapasztalatokat, és valljuk be őszintén, gyakorló szülők, sokszor tapasztaljuk azt mi is, hogy a gyerekek sajnos nem ránk, hanem a nagyszülőkre hallgatnak leginkább, ezen a területen is ki lehet használni. És ne feledjük összegzésképpen, a kert gondozása egyet jelent a test és a lélek ápolásával is, mind fizikailag, mind mentálisan, pszichésen, a léleknek ez jót tesz. A program 3 kategóriában került meghirdetésre, balkon, mini és normál kategóriában. Elvárások között szerepelt, hogy minimum 5 féle növényt tartson a kertgazda a kertjében. Ezt szabadon megválaszthatta, nem volt semmilyen kikötés, viszont szerettünk volna minőségi termelést látni a munka során. Követelmény volt, és fontosnak tartottuk, vizsgáltuk is minden kertnél a rendezett környezetet, a gondozott és a gyommentes kertet.
Figyelembe vettük azt, hogy milyen ötletesen és praktikusan alakítják ki a kertet, no, félreértés ne essék, nem vártunk itt mértani pontossággal megszerkesztett művi kerteket, hagyományos, vidéki, paraszti kerteket szerettünk volna viszont látni, és szerencsére azt is kaptuk. Szerettük volna, hogyha kevés vegyszert használnak, minél kevesebbet, és előtérbe helyezik a biomódszerek alkalmazását. Jelentkezési feltételek között elsőként az önkéntességet említem meg, hiszen mindenki önként jelentkezett ebbe a programba. Fontos volt, hogy rendelkezzen saját, bérelt vagy megművelésre átengedett valamilyen földterülettel, zöldséget termesszen, töltse ki a jelentkezési lapot, küldje azt vissza, és biztosítsa számunkra, a zsűri számára azt, hogy a kertszemlézést megtehessük. Fontos nekünk a közreműködés és partnerség, hiszen napi kapcsolatban, illetve heti kapcsolatban kell lenni a kertgazdákkal, és amint látták, most is itt vannak köreinkben, és most is szerepelnek médiában, tehát mindenben partnereink. A programot 2012. május 17-én hirdettük meg, jelentkezési határidő június 25-e volt, már másnap elkezdtük az első szemlézést, és az utolsóra augusztus 30-án került sor. Eredményt szeptember 28-án a Karcagi Lovasnapok rendezvénysorozaton belül tettünk. Az eredményekről szeretnék tájékoztatni mindenkit, nagy örömömre szolgál, hogy Püspök Ladány elsőként indította el Karcag mellett ezt a programot, és vitték is végig sikeresen, amiről november 22-én a püspökladányi helyszínű konferencián fognak majd részletesen beszámolni, de náluk is nagy sikert aratott ez a program, és jövőre is szándékoznak programot indítani. Nálunk, ahogyan polgármester úr említette, szép számú volt a jelentkezés, 22-en jelentkeztek. Mi úgy gondoltuk, hogy első körben talán senki nem fog jelentkezni, vagy legfeljebb 3-4 fő beadja a derekát, de 22-re semmi esetre sem számoltunk, és ez nagyon nagy öröm volt számunkra. Balkon kategóriában nem volt jelentkezés, de szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület karcagi tagozata felvállalta, hogy ezt a kategóriát népszerűsíti a fiatalok és az idősek körében. Ez olyannyira sikerült, hogy szeretném bejelenteni, hogy a balkon kategóriára 2013-ra megvan az első jelentkezőnk, Barna Istváné személyében, nem tudom, itt van-e. Hogyha itt, akkor legyen szíves, álljon föl, és szeretettel köszöntöm az első jelentkezők között. Egy tapsot megérdemel. Viszont a normál kategóriában megjelentek a zárt kerti jelentkezések. Ennek én nagyon örültem, ami azt mutatja, hogy a zárt kertekben a kertművelés folyik. Ezért külön kategóriát állítottunk föl ezek értékelésénél. Mindig gyommentes és szakszerűen gondozott, nagyon szépen ápolt, hagyományos kerteket találtunk, és ez nagy örömünkre szolgált. Levontuk a tanulságokat is, azt, hogy a zárt kerti termelést figyelembe kell vennünk, és van olyan ember, aki a zárt kertjében csak gyümölcssel foglalkozik. Nekik is lehetőséget kell adni a programban való részvételre. Nagy hangsúlyt kell fektetni a módszerekre, tapasztalatokra, alkalmazott technológiákra, hiszen ennek nagyon-nagyon szép tárházát vonultatnánk föl már most 2012-ben a kertgazdáink. Fontos és nagy kérdőjeleket okoz számunkra az öntözés, az öntözhetetlenség kérdése. Itt megosztanak a vélemények, van, aki pártolja az öntözést, van, aki nem pártolja az öntözést. Hát a Jóisten ebben az évben kevés esővel áldott meg bennünket, így nagyon sok helyen nem volt ez kérdés, de a következőben azért ezt valamilyen módon majd kezelnünk kell. Nagy hangsúlyt fektettünk a program népszerűsítésére, és itt szeretném megköszönni az MNVH-nak Vi és Ifjú Huba Imre első érdeklődőként, támogatóként való segítségét, hiszen amikor még meg sem volt hirdetve a program, már fölkarolták és segítették annak indulását és megvalósulását, és bízom abban, hogy ez a jövőben is megmarad, kérem is őket erre. Ezek mellett újságokban, helyi, megyei, országos lapokban, rádióban és televízióban egyre szélesebb körben kap helyet a program, és tud népszerűsödni. További lehetőségeink és népszerűsítési pontjaink országon belül
Elmondható, hogy az egész országon, már Dunántúlon is érdeklődnek utánunk. Kunszent Miklós, és itt szeretném megköszönni Lesse Árpád alpolgármester úrnak a támogatását, bejelentette, hogy 2013-ban az ő városuk is meghirdeti ezt a programot. Hasonlóan gondolkozik Szigetszent Miklós, Tata, és Fonyódról is van itt érdeklődő, úgyhogy tulajdonképpen elmondható, hogy az egész ország megmozdult már erre a kezdeményezésre. Olyannyira, hogy határon túlra elért a kezünk. Karcag testvérvárosa mind az 5 érdeklődött utána, beleértve a németeket, lengyeleket és a franciákat is. És itt szeretném bejelenteni, hogy Szepsi városa Felvidékről és Székelykeresztúr szintén csatlakozik. És ezt szeretném megköszönni Iván László alpolgármester úrnak, hogy Szepsi városa 2013-ban programgazda lesz. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ifjúságot is bevonjuk ebbe a programba. Az iskolásokat a Könyvtárosok Egyesülete egy pályázattal igyekszik érdekelté tenni. Ez már ki is íródott, melynek keretén belül az iskolásaink a kertkultúra hagyományait fogják dolgozatok formájában feldolgozni, és bízom abban, hogy ennek a pályázatnak a nyomán elkezdik majd a kertek kialakítását is az iskola udvarán. Az óvodásoknál Karcagon már vannak óvodakertek, és én bízom abban, hogy még több fog létesülni, illetve ezek ápolása a tavasszal meg fog kezdődni, erről az óvónők biztosítottak, és ez nagy öröm számunkra, hiszen így tudjuk átadni az elkövetkező generációnak ezt a hagyományt. És most, mai rendezvényünk ünnepélyes pontjához érkeztünk el, tisztelt hölgyeim és uraim, hiszen eddig minden a 2012-es eseményekről szólt. És most ezennel a legszebb konyhakertek programot 2013-ra az egész ország területére meghirdetem. Csatlakozzon ehhez mindenki, és minden település hirdesse meg ezt a programot, keressük Magyarország legszebb konyhakertjeit. A kategóriák nem sokat változtak, maradt a balkon, mini és normál kategória, mellé bejött a zárt kert 1 zöldséges, zárt kert 2 gyümölcsös kategória. A feltételek és elvárások sem sokat változtak, követelmény a minimum 5 féle növény vagy gyümölcs tartása, a balkonon ez lehet 5 cserép, dézsa, illetve 3 féle növény, kinek mennyi fér el, fontosnak tartjuk most is a rendezett környezet meglétét, és permetezés esetén kérjük, hogy permetezési naplót készítsen mindenki, én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek önön érdeke. Öntözés esetén nagyon jó lenne, hogyha mindenki csapadékgyűjtésben gondolkodna, és megint elvárjuk a gyommentes, gondozott kerteket, illetve a minőségi növények tartását. Bírálati szempontok a következők, fajtaismeret, alkalmazott termesztőmódszerek, technologizáltság és komposztálásra szeretnénk fölhívni a figyelmet, illetve a felszín alatti vízkészlet védelmére lehetőleg ne fúrt kúttal és csapvízzel locsoljon valaki, ha a locsorásra adja a fejét. Próbálj meg az esővizet összegyűjteni és abból öntözni, vagy csatorna vízzel, ha az rendelkezésére áll. Fontos, és figyeljük a másod-harmadvetés kihasználását, természetesen, hogyha lehetőség van rá. Bírálatnál előnyt élvez tehát a biomódszerek alkalmazása, szerves tápanyag utánpótlás, növértársításokkal való növényvédelem, illetve ahogyan már említettem, esővíz, csatornavíz felhasználása a locsolásnál, illetve a komposztálás alkalmazása, bár ezt már nagyon sok kertgazdánál az idén is megtapasztaltuk és láttuk. Csatlakozni minden település úgy tud, hogy regisztrációt végez, vagy a karcagi honlapunkon, Karcagváros honlapján, vagy pedig a Gasztroangyal honlapján, hiszen, és ezt is szeretném bejelenteni, az országos programot a Gasztroangyal című televízió műsor gazdájával, Borbás Marcsival fogjuk koordinálni.
Tehát vagy a gasztroangyal honlapjára, vagy pedig a Karcagváros honlapjára történő regisztrálás után fogja mindenki megkapni a program teljes anyagát, a pályázati kiírás, jelentkezési lapot, illetve a bírálati szempontokat, a kidolgozott szakmai hátterét az anyagnak, illetve azok a polgármesterek, alpolgármesterek, akik most itt vannak jelen ezen a rendezvényen, itt helyben is megtehetik ezt, megkapják ehhez a szükséges csomagot. A karcagiaknak, ahogyan az idén volt lehetőségük, szintén így tudnak jelentkezni, kitöltik a jelentkezési lapot, leadják, és részt tudnak venni a programban. Nagyon fontos a határidők betartása, és fontos az, hogy a folyamatos visszajelzések megtörténjenek, hiszen országos programról van szó, a médiában, illetve a közhírelésben való koordinálás, csak ezek után így tudjuk megvalósítani minden város számára. Én kívánom, hogy legyen zöldséges kert Magyarország minden balkonján, udvarán és kertjében. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és várom a jelentkezéseket, az érdeklődéseket. Mielőtt tovább mennénk, egy kötelességemnek szeretnék eleget tenni. Az eredményhirdetésen sajnos nem állt módunkban támogatóiknak köszönetet mondani. Ezután szeretnénk tehát megköszönni az általuk felajánlott díjakat, melyek nélkül nem tudtuk volna olyan gazdagon megjutalmazni a programban résztvevő kertgazdákat, díjazottjainkat. Kérem tehát, vegyék át az okleveleiket dr. Fazekas Sándor miniszter úrtól és Dobos László polgármester úrtól. Kérem, miniszter urat és polgármester urat fáradjon ki az oklevelek átadásához. Kérem elsőként Kis Mihály és Kisné Gregor Piroskát vegy át az oklevelét, ha jelen van. Miniszter úr. Nem csak el. Makai Pál urat kérném miniszter úrhoz, ha itt van. Bene Péter, támogatónkat kérném. Tilalmas mezőgazdasági Kft. Varga Géza. Cserhát mezőgazdasági Kft. Dániel Csaba. Kunagro 21 Kft. Agrona Kft. Olajos Sándor. Hubai és Társa Kft. Nimród Bioszálloda és Étterem, ifjú Hubai Imre. És kérném, hogy a Krisztina virágbolt és ajándékbolt jutalmát is vegye át. Betánia gyógyszertár Szalai Anna Mária. Almakom számítástechnika. És Debreceni Agrártudományi Centrum Karcagi Kutatóintézet, dr. Cirák László igazgató úr, megkérem, vegye át miniszter úrtól. Az oklevelét. És szintén elismerésben és köszönetben részesülnek a program zsűri tagjai, akiknek szintén nem volt módunkban eleget tenni köszönő szavainknak. Ezért megkérem Dobos László polgármester urat, adja át számukra az oklevelet. Ifjú Hubai Imre. Ézsiás Antal. Turmezei Sándor. Fazekas Lajosné.
Szintén nagy köszönettel tartozom Lingni orosz hajnalkának, nem tudom, Hajnyi bent van-e. Ha nincs, akkor majd átadjuk számára. Donkó Gábor. Köszönöm szépen, és még miniszter urat, köszönöm szépen, ennyi volt szerintem. És még miniszter urat szeretném, hogyha egy picit maradna, mert ő volt az első támogató, aki végig tartotta bennünk a lelket, úgymond, és a kezetektől fogva segítette, és én úgy gondolom a továbbiakban is segíteni fogja programunkat. Mindenféle tekintetben, minden segítséget megkaptunk tőle, és egy kis oklevéllel, szerény oklevéllel szeretném ezt megköszönni számára. És az övény és újra, most mikrofon nélkül egy pár mondatot mondjak engedjenek meg nekem. Nyilván abszolút igazságtalan lenne, hogy mindenki kapott egy oklevelet, aki ebben a munkában akár kertészkedőként, akár zsűritagként, akár bármilyen formában is szerepel, csak éppen az 58-ra nem kapnak, úgyhogy tessenek megengedni, hogy megköszönjem Kovács Szilvi alpolgármester asszonynak a munkáját, az ötletét, további erőt és sikereket kívánva neki is, természetesen fogadjuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most pedig elérkezett a megmérettetés ideje. Felkérem Ézsiás Antal tanárurat, a zsűri elnökét, értékelje az idei karcagi mintaprogramban nevezett kerteket, a kertgazdák munkáját, és összegezze az eredményeket, tapasztalatokat. Tisztelt elnökség, kedves hallgatók, és jelenlévő minden barátom. Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a zsűri nevében beszámoljak a legszebb konyhakertek, a 2012. évi karcagi mintaprogram zsűri által tapasztalatairól is összegzéséről. Bevezetésben röviden egy-két ide vonatkozó gondolatot szeretnék elmondani. Sok mindennek lehet örülni az életben. Én most annak nagyon örülök, hogy az itt részlevők, mindenki, az elnökség tagjai különösen, a tudósító hölgyek és urak, a kamerákat vezérlő operatőre. Jó, és ha létezik ilyen rosszindulatú emberek, a televízió nézők mind-mind zsűritagok. Még egyszer lassan mondom, hogy mindenki jól hallja. Önök itt valamennyien zsűritagok. Akár helyet is cserélhetünk. Miért? Egész életünk egy döntéskényszer, percenként, óránként, naponta többször döntenünk kell egyéni, családi, munkahelyi dolgainkban, kis és nagy ügyekben. Döntöttek? Döntöttünk? És mindig jól döntöttünk? Na ugye, hát akkor miről is beszélünk. A zsűriről és magunkról is valamit. Mindig halljuk versenyeken, vetélkedőkön, hogy a zsűri nehéz helyzetben volt. Hát mi is mondhatjuk, hogy a zsűri valóban nehéz helyzetben volt. Egy kis eltérés, kitérés még az értékelésről. Ekkor aztán utána nézni, hogy ki is az, mi is az a zsűri. Zsűri röviden írva, ahogy most mondom, az új magyar lexikon értelmezése szerint angol szó és döntő bíróságot jelent. Első értelmezése ez esőcég. Hát azok nem mi vagyunk. Második értelmezés kijelent szakértőkből álló bizottság, úgynevezett versenybíróság. Hát igazából ekse mi vagyunk. Harmadik általam kreált, remélem elfogadják, különösen a zsűri tag barátaim, hogy Jámbor. Segítőkész emberek, szakma iránt érdeklődő, tanácsadó, értékelő csoportja vagyunk, illetve én annak tartom itt magam. Még röviden arról, hogy hogyan is lehetett ebbe a zsűribe bekerülni, milyen módon.
Hát itt van egy olyan szó, hogy bekerítés módja, vagy betérítés módja. Ennek a jelenlegi módszer ez a demokratikus kényszerítés, amit finoman fogalmazva, ugye meggyőződésnek és felkérésnek neveznek. Nem is tudjuk igazán, hogy mivel váltottuk ki az Istenek haragját, amiért ilyen kegyetlen bosszút állt rajtunk. A sátáni ötlet megfogalmazója szerint nem lehet ebből senkinek semmi baja, csak nekünk. No, félre a komolytalanságokkal, nekem itt tréfa van írva, elnézést kérek, hogy elolvastam, félreolvastam. A zsűrizésre való felkérés alapja talán az volt, hogy mi régi motorosok vagyunk ebben a szakmában. A négy nagy tapasztalatú társam élén Kovács Szilvia alpolgármesterrel, ötletgazdával, mindenki gyakorló gazda, Fazekasné Éva, legnagyobb tapasztalatú volt kollégám Túrmezei Sándor, és valamint a később bekapcsolódó ifjabb Hubai Imre alkalmasnak látszottunk arra, hogy ezt a tervet segítsük és megvalósítsuk. Rövid telefonos egyeztetések után a júniusi hőségben, ebéd utáni szúnyók állás helyett a Városház egyik tanácsadvében koptattuk a széket a program sikere érdekében. Ekkor még úgy tűnt, mint ahogy a jó maszek vállalkozó mondta, ide figyeljen főnök, ezt magának számolnék, hogy 20-asét megcsapjuk. Igen ám, de kiderült, hogy ez nem is ilyen egyszerű. Nem, hogy kitaposott úr, de még ösvény sem volt ahhoz, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Első lépések. Ötletgyűjtés, zárójelben van nekem, hogy felderítési, gondolkodási stádium. Következő a kiírás feltételeinek meghatározása, a zsűrizés elveinek elfogadása, az értékelés módszerei, az esetleges díjazás kivitelezése, ne adj Isten külön díjak meghatározása. Erről nem mondok többet, mert előttem az ötletgazda részletesen szólt. Gyűltek a nevezések, tehát aggodalmunk elmúlt, valami lesz ebből a programból, újabb egyeztetések következtek a nevezési határidő lejárta után. Munkamegosztás látszott a legjobbnak a folytatáshoz, ezért két csoportot alakítottunk ki, ezt próbáltuk véghez vinni a zsűrizést, volt egy hölgyek csoportja, és nem akarom magam túlérteni, ez urak csoportja. Mi fiúk kaptuk a zárt kerteket, kiegészítésül. A csoportbeosztás, a nevezett kertgazdák elosztása körülbelül úgy történt, mint ahogy a szövetséges és társult hatalmak Trianon kastélyban Magyarországot felasztották. Így kell ennek lenni. Így van. Az első szemle határideje június vége. A második szemle határideje augusztus vége. Hát így utólag visszagondolva, körülbelül az lehetne itt a megfelelő. Itt az indulás volt nagyon nehéz. A folytatás sem volt könnyű, de a befejezés talán még nehezebb volt. Így aztán könnyen eltöltöttük az időnket. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, a kényszerítő erőknek alávetve magam, itt csak azt mondhatom, és azt mondom el, a rendelkezésre álló röpke 1,5, bocsánat, másfél óra alatt, ami itt nekem le van írva. Leírva pedig a társaim és magam tapasztalatai észrevételei vannak. Munkán során szinte minden helyszínen profi vagy félprofi módon művelt hobbi kerteket találtunk. Az elmúlt gyatra, jellemtelen nyár olyat produkált, amit sokáig emlegetünk, állattenyésztők, növénytermesztők, és persze mi kertészek is. Hát az első szemle az éppen jeles napon Péter Pál napján történt,
végre sikerült elindulnunk, mert az indulás a legnehezebb. Menjünk, várjunk, még meleg van, nekem is dolgom van, nincsenek otthon, ó, na menjünk. Majdnem azt mondtam, mint a vasárnapi népzői műsorban a Prímás. Tetszenek emlékezni? Gyerünk már, he! Mentünk. Hát megjelentünk 10 helyen, 10 kertben, ebben volt városi kis kert, aztán zárt kert, minden. Hát nagy volt a szabadkozás. Hát, láttuk volna azt a kertet tavaly? Vagy jöttünk volna egy vagy két héttel korábban? Csak éppen most nem szép a kert. Hogy csinálták, nem tudom. És itt jut eszembe, hogy ez körülbelül olyan kifogásnak tűnt, mint ahogy mi szoktuk mondani magunkról, nem magunk, mi, vagy én, hogy most már csak ki is nézünk valahogy, de látott volna engem menyecske, vagy vőlegény koromban. Hát ugye, az már elmúlt. A bemutatkozás, a közös szimpátia kialakulása után következett a kert és környezetének szemrevételezése, gyommentesség, ápoltság, esztétika, stb. Amit itt láttak önök kivetítve. Hát telt az idő, kérdések, válaszok sokasága, beszélgetés formájában zajlott ez az egész. Túl azon, hogy zöldség és kertet próbáltunk értékelni, nem csak szemlézendő növények voltak, voltak itt virágok, gyümölcsfák, díszfák, stb. Szintén felkeltették az érdeklődésünket, mellettünk sem mehettünk el szó nélkül. Hát így még jobban telt az idő, és siettünk, mert már máshol ugye vártak volna bennünket. De még a kertésznek, sőt, még nekünk is lett volna a kérdésünk, mondani való, de menni kellett tovább. Hát ezek a szemlék, én esetemben, ugye, szemüveg használattal fejeződtek be, mert adminisztrálni is kellett. Nem volt elég, hogy elájultunk a látványtól, ezt még le kellett valahogy írni. Önök láthattak a kivetítő lapon összesítő, értékelő lapot, ezt kellett kitölteni. Hát ugye a vizsgált terület nagysága négyzetméterben kifejezve, ennek a mérésnek az eszköze az egyik legmegbízhatóbb és pontos mérőeszköz a láb. Megléptük, keresztben, hosszában, gyerekek, ennyi négyzetméter, szóval körülbelül annyi is lett. A meglévő növényfajok száma plusz, ami már terben. Például nem mindenütt volt már zöld borsó. Hát természetesen ez növelte a növényszámot. Egyéb jellemző, például öntözés módja, alkalmazott vagy nem alkalmazott növényvédelem, biotermesztési módszerek. Majd a végén, ugye, hogy ez hitelessé váljék, a művelő tulajdonos aláírása, illetve a mi aláírásunk, hogy valóban meg is jelentünk. Ezek alapján minden kert megfelelt a kiírás feltételeinek, szép, esztétikus elrendezés, jó, sőt, maximális helykihasználás, megtervezett és gyommentes kertek voltak. Igen, közben látom, hogy nem rám figyelnek, de ezt direkt így csináltuk, hogy ne emlékezzelek, hogy mit mondok, tehát láthatják a kerteket. És ezek a képek egyébként nagyon remekek, de ha ezt élőben látjuk, az 10-szer többet ér, 100-szor. Változatos technológiai megoldásokat láttunk, egyedi vagy vásárolt táblarendszereket, forralati termesztés módját, szaporító és hajtató ágyásokat, öntözési eszközöket, szórófejek, csepegtető elemek, barázda kialakítások, speciális művelőeszközöket, gyomító eszközöket, permetezőket esetenként, talajlazító szerszámokat, sőt, tároló, raktározó göngyölegeket is. Említettem, hogy két szemle volt meghatározva, de ez a gyatra nyár, a sok munkával szembeni kis munkasiker, és a saját kertünkben tapasztaltuk, hogy egy kicsit azért férve indultunk az újabb szemlére. Ez augusztus 30-a volt, ugye elhangzott itt egy dátum, de azt hiszem az volt. Itt már egységesen működtünk közre, tudnélik, az
első szemlén kialakult egy olyan, talán majdnem véglegesnek mondható sorrend, ami alapján úgy döntöttünk, hogy ne menjünk minden kertben mindannyian, mert arra már nagyon kevés idő van. Éppen ezért csak a legjobb kerteket néztük meg közösen. Tehát a zsűri, minden tagja a díjazott kerteket látta. Utána persze természetesen, akik kevésbé igyekeztek, azok kertét is megnéztük, tehát nem zártunk ki senkit. Hát itt már voltak meglepetések, tudnélék, az eltelt időszakban alig vagy nem is volt csapadék. Tehát aki tudta, mentette valamilyen módon, sőt betakarított ugye többféle növényt, a hagymát, a borsót, meg még kinek mi volt. Tehát ezek a kertek azért egy kicsit gyérültek, gyengébek voltak. Aztán itt a szemle során meglepetéssel tapasztaltuk, hogy augusztus végéről van szó, hogy másodvetések is vannak. Pici kis salátát láttam az egyik kertben, itt van a tulajdonos, nem nézek oda, mert nem is mondhatom a nevét, mert ugye ez személyiség jogom sértene. De találtunk zárt kertben, burgonya után vetett, még csak vetett, remek formájú kis vitaminbombát, hölgyeim és uraim, ez a fekete retek. Ezt megmondom, hogy ki kertjéből származik. Gál Sándor versenyző barátunk, aki sajnos kórházi ápolás alatt áll, az ő kertjéből szereztem szemléltetés céljára. De van itt más is, ezt a piros retket az asztalról loptam, elnézést, hogy ilyen, mert nem csak mindenki, nem csak antilop, bocsánat, hanem mindenki lop. Ezt onnan szereztem. Ezt meg, hát azt hittem, hogy ma milyen jó idő lesz, és majd ráérek, kimentem a kertembe, és ezeket onnan gyűjtögettem be, ezeket a retkeket. Illetve hát ezt a céglát. Hát nem lett nagyobb vegyem meg, de hát másodvetésként mit is várjon az ember. Ezek egyébként fővetésként vetett, de nem termett bab után vannak vetve. Tehát a babból nem vett semmi. Mint hogy másból sem, sajnos. Munkánk során, mint az élet más területein is, csábításoknak voltunk kitéve. A kertgazda, vagy tulajdonos, vagy valamelyik családtagja arra is vetemedett, itt idézőjel van, csak önök nem látják, hogy a nagy hűségben üdítővel, kávéval, gyümölcsökkel, többnyire szőlővel kínáltak bennünket. Természetesen mi nem hagytuk magunkat megvesztegetni, csak azt és annyit, amit kínáltak, csak azt fogadtuk el. Köszönjük szépen, jól esett. Hát, szeptember hónap elérkezett, gondoltuk, most már befejeződik a küldetésünk, most már egy kicsit pihenünk. Hát, nem sikerült, mert a végleges sorrend döntése, a szponzorok felajánlásainak elosztása még jó pár óra székkoptatással járt. Ide van nekem írva, én írtam, nem is azt, hogy nem tudom elolvasni, csak biztos, hogy pont ez a szó illik oda, de ezt mondom, hogy ez sem volt piskóta. Mások fejével gondolkodni arról, hogy kinek mi lenne a praktikus, hasznos eszköz a munkájához. Az eredményt még igazából nem ismerjük. Tehát még nincs olyan reakció, hogy na majd meghalljuk később. A közös elvek elfogadása után és alapján a szponzorok által felajánlott hasznos eszközöket és Fazekas Sándor miniszter úr felajánlásából származó összeget vásárlási utványokra költöttük, és osztottuk ki a legjobbak között. Már majdnem pihenénet értünk, de még mindig hát volt az vége, az eredményes eredményhirdetés, az ünnepélyes eredményhirdetés, bocsánat, a miniszter úr és más jeles személyek jelenlétében. És meglepő, hogy az itt jelenlévő versenyzők itt ismertek egymásra, hiszen ők egymásra nem sokat tudtak, mert ugye a város különböző pontjain véletlenül, hogy egymáshoz közel voltak, talán ismerték egymást. Itt ismétlés következik, polgármester azt, hogy ötletgazda előadása nyomán, hogy hasznosnak tartottuk a kezdeményezést, vagy tartjuk a kezdeményezést.
amely alkalmat adott és ad tapasztalatcserére, régi és új praktikák bevezetésére, folytatására és a hagyományok őrzésére. Megerősíti az idősebbeket a folytatásban, talán megszeretteti a fiatalokkal ezt a tevékenységet, és egy jó információ áramlás is létrejöhet. Bízunk benne, hogy magasabb szintű folytatása is lehet, vagy lesz, kertbarátok, egyesületek, úgynevezett kertbarát kör kialakulása. Hát, a eredményhirdetéskor miniszter úr megköszönve közreműködésünket, gratulált és áldozatos munkánk nyomán ugye egy ajándékosarat kaptunk. Mondom én is, hogy meg is lepődtem, de hát ez már kiürült. És a miniszter úr azt mondta, hogy számít a jövő évi segítségünkre is. Hát azt én mondtam, lehet, hogy nem jól hallotta, hogy ha a kevés nyugdíjas szabadságomat úgy tudom beosztani, vagy ha a saját kertem nem hiányolja a gyakori távollétemet, akkor vállalok belőle egy keveset. Hadd jusson másnak is. Hiszen hallották, hogy itt mindenki zsűri tag. Végső következtetésként kijelenthetem, hogy minden résztvevő dicséretet érdemel. Tudnélék, a munkatársak segítettek nekem írásos anyaggal is, hogy körülbelül mit kellene mondani. Hát nem azt mondtam, ne ijedjenek meg. Még sok mindent kellene, lehetne, de már lassan lejár az idő. Még egy óra hossza se volt. Kérem szépen, szeretném, és szeretnénk, ha jövőre mások is megengednék, hogy az akkori zsűri betekinthessen tevékenységünkbe, vagyis nevezzenek minél többen erre a nemes versenyre. Az 1700-as években Voltaire a nagy francia filozófus Candide című regényében ezt írta. 1700-as években. Műveljük meg kertjeinket. Majdnem a mondani való végére értem, de ha önök közül valakinek kérdése, javaslata, ne adj Isten bíráló megjegyzése lenne, nekem, nekünk, velünk, úton, útfélen, a piacon, vagy a kertben, a völgyes kertben, vagy más kertben, vagy a lakásomon lehetőleg személyesen közölje. Aztán elkészülés során kaptam olyan kérést, hogy valamivel le kellene zárni, mottó találjak. Hát ugye lapozgatom én Győr Fisanyi bácsi könyvét, hát abban is hosszú szöveg van, még legyen, van otthon irodalom, nem az a gond, mi legyen ez a mottó. Aztán eltávolodtam ettől a szakmától, és higgyék el, jó szándékúan mondom, Petőfi Sándor után szabadon, nem szó szerint idézett, de rá fognak ismerni, ezt olvasom el. Sors, nyis nekem tért, hadd tehessek én is magamért valamit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és jó kertészkedést kívánok! Megköszönöm Ézsiás Antal tanár úr humoros, értékelő, dicsérő és biztató szavait, és bízom abban, hogy jövőre is sikeresen tudunk együttműködni. Felkérem idős Fazekas Sándor nyugalmazott agrármérnök urat, nekünk Sanyi bácsi, ossza meg velünk, mit tud a kertművelés karcagi hagyományairól. Kedves hölgyeim és uraim, kertészkedő társaim, a múltra is vissza kell tekintenünk a kertek alakulásába, fejlődésébe, illetve fejlesztésében. Hát elég koros vagyok ahhoz, hogy a régi dolgokat is én jól ismertem,
amikor még tényleg zárt kert volt az, amit most annak nevezünk, de mondhatjuk, hogy nyitott. És hogy milyen fegyelem volt a kertbe, az példamutató lenne most, ha volna egy hely, ahol meg tudnánk mutatni. Mert sajnos van olyan, hogy elrombolták a gerádjákat, az megy be, aki akar, nincsen csősz, mert a csősz minden kertnek kapuja volt. A csőszt a kerttulajdonosok fizették, és azt minden este naplementkor be kellett zárni. Akkor be kellett fejezni a munkát, és reggel nappal jöttkor nyitotta ki a csősz. De a csősznek kötelessége volt kerülgetni a kertbe, járni befele, és megszólítani azt, aki nem ismert. Tehát több joga volt, mint most a rendőrnek, illetve a polgárőrnek, mert a rendőr lehet, hogy megszólíthatja, és sajnos van ilyen, hogy lopnak nagyon a kertbe, feltörik a kunyhókat. Az enyémet is feltörték, nem is olyan régen, de egy szó nincs róla, hogy elfogták volna. Régen a csendőrök azok úgy eligazították, hogy ha egyszer lopott, az többször nem ment ki lopni, ez biztos. Most meg tudok olyan embert, a nevét azért nem mondom itt, hogy már 40-szer van börtönben most. És ott a kertbe lopott mindig. Tehát ez a bevezetésként ez. A Karcag, mikor erre a része telepedett, 1600-as évek elején, akkor alakult itt ki, 1596-ban telepedett, már akkor ugyan itt volt Karcag, megkezdték a kertek osztását az agyagos kerten. Nem a legjobb kert, de ez a legrégebbi, aztán jött a nagyvén kert, majd az 1700-as évek elején, ha jól emlékszem, 1712-ben, utána a kisvénkert, ezt már nem tudom így, aztán a zugkert, tégláskert, azt meg azért nevezték tégláskertnek, mert ott tégla égető gödrök voltak előtte, most is az erdőbe, ugye eltakarja az erdő, de ott vannak a nagy gödrök. 1745-ben a templomnak ott vetett, vagy ott égették a téglát, meg a város sok nagy épületének. Aztán van a völgyes kert, majd a partos kert, a komisz kert, aztán van a kurta kertnek nevezték, mert azt legutoljára osztották ki, ugyanis ott megfelezték a dűlőt. Itt nagyjából ölben nem tudom, olyan 150 méternyi a dűlő, de nem mindenütt ennyi, és ott meg ez két dűlőbe osztották szét. És nagyon gondosan viselték a kertnek a művelését, a termelést nagyon szépen alakították rajta, sőt kötelező volt szőlőt is ültetni a kertekbe, mert aki víz helyett bort ivott, a kolera, meg pestis járvány talán annyira nem bántotta, mert a vizek ugye fertőzöttek lehettek. És a szőlőket az 1800-as évek, 1870 körül a filoxéra nagyon meggyepált a Karcagon, akkor jött be az ott álló szőlő, mert az nem bántotta a filoxéra. De kötelező volt bort készíteni a szőlőből. És azért nevezik egy sorba a szőlőt, hogy fél öl volt, az nagyjából 90 centi, és nem rugas szőlők voltak, hanem karosz szőlők. És ilyen sortávolság, még fél öl tőtávolság volt. És karóval emellett növelték a szőlőt. Ezért nevezik így. Hát érdekes ez is. A másik az, hogy a kerteket ásták, nagyobb részét ásták kézzel az emberek, azt tartották legjobbnak, az még a szőlők között is volt, úgyhogy ásták, de
a jelenlegi viszonyok között is, ha valaki kertészkedik, addig ne is vessen semmit, míg a földet előtte jól meg nem műveli. Mert ez az alapja a termésnek. Először is meg kell választani, hogy milyen föld az, amiben én veteményt, valami növényt akarok vetni, mert csak a jó föld éri meg, megmondom őszintén. És ajánlatos azt megtrágyázni, ha az előtt nem volt művelve, és hát a jó érett istálló trágyát nem pótolja semmi. És azt megtrágyázva beleszántani, de ősszel, nem tavasszal, és akkor kiszántani, esetleg megművelni talajmaróval, vagy valami elsimítani, de ha nem rögöst agyon a szántás, maradhat úgy is, ha tavasszal akarok belevetni. És ez is nagy gond, hogy hogyan is vessünk. Sokféle növényt lehet vetni, de azt is tegyük hozzá, hogyha karalábéból legalább 8 fajta van, ha nem több, minden növényből sok fajta van. És nem könnyű kiválasztani, hogy melyiket vessük. Én ajánlom azt, ha valaki most kezdi, akkor vegyen meg, válasszon egy növényt, és azt megfigyeli, hogy milyen. Ha nagyon jó, akkor jövőre is azt a fajtát vesse meg azután is. Ha nem válik, akkor ne vesse azt, hanem válasszon egy másikat. És így lehet kihasználni a földet. A másik az, hogy meg kell azt nagyon jól bívelni, ne használjunk a kertbe gyomírtóvegyszert. Én ezt egyértelműen így mondom, ajánlom mindenkinek, ott kapával kell a gyomítást elvégezni. Ennek az, hogy bármilyen gyomítószert használunk, annak van olyan hulladéka, ami bizony a zöldségnél, például a gyökérzöldségnél ugye felveheti. És ezt nem írják le a szakkönyvek se, hogy így vigyázunk. Hát vigyázni kell így. A másik az, hogy kell a növénynek a kapálás is. Mert az a nedvesség megőrzésbe is segít, meg levegőzíteti a talajt is egy kevéssé, és ezért kell a kapát használni ott. Hát több munka, de például olyan is van, hogy elvetünk valamit, egy sorba, de van olyan hely, ahol nem kelt ki. De lehet, hogy azt be tudjuk palántolni valami olyan növényel, ami viszont csak hasznos. Tehát ne hagyjunk üres területet. A sortávolság is vitatható, de inkább egy kicsit nagyobb legyen a sortávolság, mint ahogy a könyvek írják, mert akkor lehet kipróbálni, hogy mennyit terem a növény, meg például a sárgarépa petrezselyemnél is. Nem jó, ha csak így egyiket a másik után hagyjuk meg. Az legjobb kézzelvetés, akkor ilyen keresztben, olyan 5 centire egymástól háromszor annyit tud teremni. Még akkor is, ha emiatt egy 50 centi sortávolságot hagyunk a 30-as helyet. Sok ilyen van, ezt csak azért mondom el, hogy sok olyan van, amit nagyon figyelembe kell venni. Akkor nem elég csak az, hogy na megtermeljük a családnak amennyit kell, lehet abból pénzt is árulni, de ahhoz meg már úgy kell vetni, hogy nem olyan keveset, mert kimegy ki a piacra 3 csomag zellerrel, hogy valami. De hát én a gyakorlatban azt csináltam, hogy többet termeltem, mondjuk sárgarépából, petrezselyemből, mikor már szőlőt is telepítettem, 140 méter hosszú volt a szőlő sógy, azt közé vetettem, 2 sor petrezselymet, 1 sor sárgarépát, és el tudtam adni vállalatoknak meg. Rendszeresen szállítottam a kórháznak is, meg egyéb vállalatoknak, elég jó pénzt kaptam érte, mert a zöldségfelvásárlók olyan keveset adnak érte, hogy alig érdemes odavinni. De ha ezek oda mennek, kórház is vesz valami zöldségkereskedőtől, annak már többért adja. Ha én nekem azt megadja, amit a
vállalatnak már megéri, hogy oda vigyem. Tehát ezeket így kihangsúlyozottan szerettem vagy akartam elmondani, de hozzátartozik az ember életéhez, még ezt mondhatom, hogy egészséges, a rádió is mondta, a tévé is, hogy a kertészeti munka időskorban nagyon egészséges, mert kint kell lenni a szabadba, és hol lehajlik, hol fel áll az ember. Tehát ez szükséges, nem csak időskorban, sajnos a fiatalok is beülnek a számítógép, mert az egész napot ülnek, nem mozognak. Nekünk kellett fiatalkorunkban nem is keveset dolgozni, mert anyán nőttem fel én is. És még annyi, hogy azt is mondják, hogy a tanyán nem volt semmi modernség, ott volt a babona, meg az analfabetizmus, meg nem igaz. Ez nem igaz, hogy ott volt. A tanyán is minden tanyán volt zöldséges terület, zöldségterület, vagy zöldséges kert. Minden család megtermelte magának, hát annyi dinnyét azóta se ettünk, mint mikor tanyát laktunk. Tanyán laktunk, dinnye meg, ami kellett, az megtermett. És gyümölcs is kivéve a szíkes földeken, ott nem lehetett, mert ott nem ért meg a gyümölcs, de a tilalmasi földeken, réti földek egy részén megvolt. Ismertem olyan embert, akinek a Botonási út végén 12 katasztrális szőlője volt. Mellette meg két hord volt Somjódi Sándor bácsinak. Tehát Karszagon nem volt az, amit most mondanak, hogy egyáltalán nem szerették a kertet. Sajnos én, nekem több vitám is volt ebből, azért mondom el, lehet, hogy nem kellene ennyire kiemelnem. De ha ezt nem is, de az, hogy a boltba járjunk zöldségért, ezt ne tegyük, termeljük meg magunknak. A kertek közül is sok van, ami elhanyagolt, embermagasságú gaz van benne. Még ez is probléma, ha olyan kertet akar újra művelni valaki, akkor régen is volt ilyen, ha emlékeznek rá, hogy a szántóföldön egy évig ugarnak hagyták a földet. Ha évekig el van hanyagolva, annyi a gyommag, hogy azt így lehet kiírtani legjobban, hogy megszántjuk most ősszel, jövőre nem vetünk semmit, de műveljük, hogy kikeljen a sok gyommag. És így lehet művelté tenni. Azt meg megint jó megjegyezni, hogyha nem műveljük jól azt a területet, akkor nem éri meg. Tehát ott nem szabad kihagyni, amikor kell a művelés, ott el kell végezni a kapálást, gyomítást, vagy a palántolást, meg esetenként az öntözést is. De ez se lehet egy sablonnal, hogy na, ezt állandóan öntözzük. Azt nagyon meg kell látni, hogy mikor kell öntözni és hogyan. Például, ha olyan, meg hát valamit lehet adni a meteorológusok jelentésére is a tévében, nem sokat, de valamit lehet adni. Ha esőt, akkor várjuk meg, hogy na, jön eső, vagy nem jön. Feleslegesen, ha nem muszáj, ne öntözzük. Meg a növények különböző vízmennyiséget igényelnek. Nem annyi kell a sárgarépára, mint a karalábéra, vagy a babra, hanem eltér ez attól is, vagy éppen a paprikára. A paprikát kell leggyakrabban öntözni, mert az bírja legnehezebben a szárazságot. Tehát ezt is, meg még a fajtától is függ, mert említettem a karalábét, minden növényből újabban egyéb fajták jönnek be fel, amit érdemes kipróbálni, és nem mindig azt mondjuk, hogy a hagyományos növények a legjobbak, nem biztos, hogy mindig azok. Vannak újabb nemesítésű növények is. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, van egy havonta megjelenő folyóirat, Kerti kalendárium. Ez gyönyörűen leírja, hogy milyen növényvédőszerek vannak, hogy lehet azt használni, meg a kertekkel is foglalkozik, a zöldséggel, gyümölcsel, szőlővel. És
Hát havonta olyan 301 néhány forint, tehát egy doboz cigaretta árába se kerül végső soron, és én is sokat használom ezt, de sok hasznát is vettem ennek. Tehát ezt tudom erről mondani. Azt meg a növényvédelemmel kapcsolatban mondom, majd lehet, hogy lesz, aki többet mond, hogy mindig olvassuk el a feliratot a csomagoláson. Ott meg van határozva, hogy miből mennyi kell, meg mire jó, de ezt azért olvassuk el, mert én egyszer úgy jártam, hogy egy növényvédőszer van annak 11 néhány éve, duplán áron, majdnem dupláron vettem meg. Azt sokaltam az árát. Mikor megnéztem otthon, elolvastam, akkor jöttem, hogy felinnyi kellett belőle, mint az előző gyártásból. Azt ugyanolyan volt a csomagolás minden. Meg fejben nem szabad azt megjegyezni, azt mindig meg kell nézni. Élelmezési várakozási idő, munkaügyi várakozási idő nagyon fontos, be kell tartani, és még egyet a permetezési naplót is ajánlom, hogy vezesse mindenki. Ha nem akar hivatalos papírt venni hozzá, akkor vegyen egy füzetet, és abba szépen leírja, hogy ekkor meg ekkor permeteztem, mennyivel permeteztem. Igen, és ami a használati utasításban van, a maximum felé nem szabad menni. Tanálkoztam többször a kertbajd emberre, hogy megduplázta, nem szabad. Ami hivatalosan a maximum meg van engedve, csak addig szabad elmenni. Akkor váltani kell a növényvédőszereket is, mert a kórokozók, mindegy az, hogy bogár vagy gomba vagy valami, megszokja. Így mondom egyszerű szavakkal, másképp is ki lehet ezt fejezni, megszokja és nincs hatása. Olyan, amilyen kéne. Ezért cseréljük meg, akkor használjunk másikat, és ebben megvan az is, hogy kivonták a forgalomból, az is, hogy mit javasol helyette esetleg ezekbe megtalálható. Hát így röviden én ezeket akartam elmondani, és köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra. Megköszönöm Sanyi bácsi sok értékes információit, most pedig felkérem Teleki Zoltán rendőrkapitány urat, mondja el nekünk, hogyan védhetjük meg kertjeinket. Tisztelt alpolgármester asszony, polgármester úr, miniszter úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gazdák, földtulajdonosok! Ezúton köszönöm Kovács Szilvia alpolgármester asszony megtisztelő felkérését, hogy a karcagi rendőrkapitányság képviselőjeként szólhatok önökhöz. Nagy örömmel fogadtam el ezen felkérést, mert úgy gondolom, hogy a program nem csupán a napjainkban háttérbe szorult zárt kerti és konyhakerti gazdálkodásra hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy értékeinket, tulajdonunkat nem csak magunkon hordjuk, viseljük, otthonunkban őrizzük, hanem az a földjeinkben is rejlik. Ez a program ösztönzi önöket arra, hogy egészséges, ellenőrzött eredetű, önök által megtermelt élelmiszereket fogyasszanak. Egy napjainkban ismert humorista egyszer azt mondta, hogy az édesanyja szerint a nagyszülőktől megörökölt kiskert áldás, az édesapja szerint átok. Úgy gondolom, hogy ez az utóbbi gondolat nem jellemző a karcagi emberre, hiszen a nagykunságban sok ember ezzel egészíti ki a jövedelmét, vagy pont ez jelenti neki a megélhetést. Sajnos van olyan eset, amikor találkozunk segítőkész honfitársainkkal, akik a kertek művelésében, a vetésben, esetleg a palántázásban részt nem vesznek, viszont annál inkább segítenek a kerttulajdonosoknak a zöldségek, gyümölcsök betakarításában, csak ezt éppenséggel nem kérésre és nem a tulajdonossal együtt, hanem önállóan teszik. Előfordul az is, hogy a kertkunyhóban hagyott dolgokról, értékekről gondolják ezen emberek azt, hogy arra nekik nagyobb szükségük van, mint a kertet művelő földtulajdonosoknak. A kertek biztonsági vagyonvédelmi szempontból két csoportra oszthatóak. Az egyik a sűrűbben lakott területeken lévő kertes házak nagyméretű udvarrésze, a másik pedig a lakott területtől távolabb eső zárt kertek. A kertes házak tulajdonosai az utóbbi csoporthoz képest sokkal biztonságosabb helyzetben vannak. A lakott területeken legtöbbször mindenhol kiépített az infrastruktúra,
Ezek a házak rendszerint magas kerítéssel ellátottak, és a legközelebbi szomszéd is csupán néhány tíz méterre tartózkodik. A terület sűrű lakott, az ott lakók jól ismerik egymást, gyakorta összejárnak, ugye baráti viszonyban is vannak. A házak lakottak, a nap legnagyobb részében valamelyik házban mindig otthon tartózkodik valamelyik családtag. Ezeknél a házaknál a mai modern világban a vagyonvédelmi eszközöket viszonylag már alacsony áron be lehet szerezni. Ezzel ellentétben a zárt kertek a lakott városrészektől távol, a város perifériáján találhatóak. Karcag országos szinten is hatalmas külterületi határrészsel rendelkezik, hiszen polgármester úr szavaiból pontos képet kaptunk, hogy hány kert és milyen területen helyezkedik el Karcag környezetében. Viszont ezen elhelyezkedésekből adódóan ezeknek a helyeknek a védelme nagyon nehéz. A zárt kerti területekre tavasztól őszig terjedő időszakban gyakran járnak ki a kerttulajdonosok dolgozni, de még sincs összességében akkora jelenlét, mint a város területén. Ősztől tavaszig pedig ugye sok gazda nem látogatja a kertet, aminek oka a kövezett út hiánya, sok kertben nincs közvilágítás, továbbá ugye az, hogy a gazdálkodás szempontjából ez egy inaktív időszak. Természetesen mind a két kerttípusnál, illetve a szántóterületeken hangsúlyos probléma ezeknek a területeknek a vagyonvédelme, a terménylopások megelőzése. Sajnos az a tapasztalat, hogy az ilyen jellegű jogsértések, bár az összbűncselekmények számában nem túl jelentős arányt képviselnek, de városunkban is jelen vannak. Az eltulajdonított termény értéke a pár ezer forinttól a több százezer forintig is terjedhet, és az ilyen jellegű bűncselekmények elleni hatékony védekezés nagyon nehéz feladat. A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonos feladata. A tulajdonostól is függ az, hogy az általa művelt terület, illetve a betakarított termények mennyire válnak az elkövetők célpontjává. Az árkertek e tekintetben különösen veszélyeztetettek. Megnevezésében őrzi a régi rendeltetését, azonban már talán csak a téglás kettes kertben található kertkapu. Sanyi bácsitól ugye hallottuk a felsorolását, illetve hogy régen ezek bekerített helyek voltak, amit a csősz ugye naplementekor zárt, napfelkeltekor pedig nyitott. A kerttulajdonosok szerszámai mezőgazdasági kisgépei tavasztól őszig a kertekben vannak. A kunyhók a legtöbb esetben lakattal és tolózállal zárhatóak. Éjszaka viszont a tulajdonosok nem tartózkodnak a kertben, néhány ott lakótól eltekintve. E tekintetben a kisvénkert kivételt képez, ahol több bejelentett lakcímmel rendelkező személy is lakik. A kunyhók, a termőterület éjszakánként védtelenül áll, és ki van szolgáltatva a bűnelkövetőknek. A téli időszak további veszélyeket is rejt, mert ilyenkor még ritkábban, adott esetben egy alkalommal sem jelenik meg a tulajdonos. Több évben történt már, hogy a téli fagyok enyhülését, a hó elolvadását követően, amikor a földút felszáradt, bejelentés érkezett a rendőrkapitányságra, hogy egyes kertekben egymás mellett több kunyhót is feltörtek. Sajnos az idő múlása ilyenkor megsemmisíti a nyomokat, az elkövetők felkutatása már nagyon nehéz, nagyon kevés ilyenkor a rendőrség lehetősége. Sokat segít viszont a megelőző vagyonvédelem. Az illetéktelen személy bejutását kell megakadályozni, mindenek előtt az ajtókat, ablakokat biztonsági ráccsal kell ellátni, természetesen ha van, a pinceablaktól a külső padlásajtóig, a szivattyúaknától a szelszámtárolóig mindegyiket védeni kell. A nyílászárók zárásáról legalább két biztonsági zárral, illetve törésbiztos lakattal kell gondoskodni. Természetesen, aki nagyon be akar jutni az épületbe, az úgyis be fog jutni. Ezek a védelmi eszközök csupán arra szolgálnak, hogy az alkalomszerűen kisebb érték eltulajdonítását megcélzó elkövetőktől megvédje értékeinket. Amennyiben a betörő mégis bejutna az épületbe, kérem ügyeljenek arra, hogy a legkevesebb értéket találja ott. Főként igaz legyen ez a veszélyeztetettebb téli időszakra. Az értékekről pedig készítsenek leltárt. Típus megjelöléssel, gyári számmal, ismertetőjegyekkel, esetleg fényképpel. Ezeket a dokumentumokat pedig tárolják otthon a lakásukon. A kunyhón kívül is vannak értékek, mégpedig a megtermelt zöldség, gyümölcs. Nagyon bosszantó az, amikor a gazda virágzástól figyeli a barackfát, nap mint nap látja, hogy a virág átalakul, rengeteg pici zöld bogyóvá, ami megtölti a fát, aztán ezek a kis bogyók egyre nagyobbak lesznek, aztán a végén szépen megsárgulnak. Ezután kiki ízlése szerint szeretné a pitébe, a befőttes üvegbe, lekvárba, vagy ne adj Isten a cefrébe tenni. A fa pedig körbekerítetlenül, védtelenül a tolvajok kiszolgáltatottságában áll a kertünkben.
Azért, hogy a gyümölcsök, zöldségek a gazda javát szolgálják, legfőképpen egymással kell összefogniuk. Arra kérek mindenkit, hogy figyeljenek egymásra. Figyeljenek az idegen személyekre, az idegen autókra. Írják fel minden ismeretlen autó rendszámát, inkább legyen felírva egy olyan, aki a kertbe való, mint egy, aki nem. Ha bárki bejelentést tesz, hogy sérelmére szabálysértés vagy bűncselekményt követtek el, a rendőrségnek az elsődleges feladata az adatgyűjtés, és a rendőrök az összes ottani kert tulajdonost végigjárják, megkérdezik, hogy tudnak-e információval szolgálni. Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a rendőrséget a 107-es vagy 112-es segélykérő telefonszámon, közölve a szükséges információkat. Amennyiben lehetséges, a helyszínt érintetlenül kell hagyni, hiszen a változás megnehezíti a nyomok rögzítését és a későbbiekben az elkövetők felkutatását. Ha a helyszínen bármilyen változás történt, azt a rendőrhatóságnak kell jelezni. Előadásom címében utaltam arra, hogy arra a kérdésre keresek választ, hogy hogyan védjük meg a kertjeinket. A válasz együtt, közösen. Az előbbi tanácsokból is következik, hogy a kertek védelme csak is társadalmi összefogással valósítható meg hathatósan. Szükség van a járőrök, polgárőrök munkájára. A magam részéről azt tudom ígérni, hogy a rendőrkapitányság dolgozóival még nagyobb figyelmet fogunk szentelni a kis kertek védelmére, hiszen a tulajdonosoknak ez nem csak hobbi, hanem sokaknak a jövedelem kiegészítését vagy magát a megélhetést jelenti. A karcagi rendőrkapitányság a polgárőrszervezettel közösen eddig is szervezett járőrszolgálatot Karcag egész közigazgatási területére kiterjedően, és természetesen ezek után is fog. Igyekszünk ezeket a szolgálatokat sűríteni, hiszen a rendőri jelenlét visszatartó erő. Természetesen a karcagi rendőrkapitányság azon lesz, hogy az egész évi munka gyümölcsét nem ásarassa le, ha pedig ez mégis megtörténik, mindent megteszünk a szakszerű eljárás lefolytatásáért, a tettesek elfogása és az ellopott értékek visszaszolgáltatása érdekében. Mindehhez kérem az önök segítségét, mindig tartsák szem előtt, figyeljünk egymásra, vigyázzunk egymás értékeire. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Az elkövetkezendő percekben fogadják tőlünk nagy szeretettel rövid kis műsorunkat. Elsőként egy népdalcsoport hallhatunk Sós Pálné felkészítő tanárnő jóvoltából, Mihály Panna, Mihály Kata, Vida Viktória és Szabó Petra előadásában, majd ezt követően Tóth Istvánné Mártika meséje, illetve az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárainak, Plósz Csillának és Dusik Istvánnak zenei összeállítása szórakoztat bennünket. Kis angyalom, bimbizapból nem eszem, elmegy tőle
A földvári piacon kis angyalom, almát árul egy asszony, kis angyalom, olyan piros, mint a vér, meghalok a rúzsámért, kis angyalom. Volt egyszer egy palóc faluba, egy igen nyalka, cifra menyecske. Hát úgy így jött a vasárnap, fölszedte magára sok zoknyát, felöltözött nagy falra, azt fölvetteja, fölhúztaja lagoszárú csizmáját, azt akkor, ahogy ment az úton. Hát mert igen, azt mondták a menyecskétre, hogy üsse ki a szoknyát, hogy tiszta búza, hogy szálljon ide meg oda, hogy tiszta búza, hogy aki meg nem tudta magát szépen tartani, az leeresztette a farát, az meg csak rozs. Na, ment a cipra menyecske a templomba, az összetanálkozott a kántorral. Hé, az a nyárba, azt mondja a kántor megnyalva a száját. Hát de szép csizmád van sára, ha szép annak az ára, elmehet-e ki hozzád estére? Hogy van pengő annak az ára? Kántor hiába is okos ember volt, de gondolkodóba esett, meg a menyecske is. Egyszer aztán a menyecske csípőre csapta a kezét, azt mondta. Hát tudja mit, kántor úr, hát jöjjön el hozzám estére, hát majd elküldöm az uramat a kocsmába. De két nagy baja van neki, azt mondja. Az egyik, hogy nagyon szeret a kocsmába menni, azt mondja. Meg ott a másik, hogy elfelejt hazagyűnni. Na, de majd estére elengedem. Megegyeztet, megy haza menyecske, mondja az urának. Te ember, hallod imád, hát a kántor meg ajánlatot tett nékem, hogy eltűnj hozzám estére. Micsoda, hogy igyed, a kántor, te hozzád, hát ma csak jöjjön, hát kihajítom én azt a károgós kántort. Minden mondott mirgibe az ember. Azt mondja a menyecske, jó van már, hát ne legyél már olyan mirges, hát én már kieszeltem, mit fogunk csinálni? Hát tudod, hogy mennyi kukoricám termett, azt mindig jajgatsz, hogy fáj a tenyered a morzsolástól. Hát majd morzsoltatjuk vél a kukoricát. Fölvillant a szeme az embernek, nem mérgeskedett már tovább, ugyes le. Jön este a kántor, nagy vígan, dőfösön, azt mondja. De adjon Isten jó estét! De nagyot nézett át, meg az ember meg otthon volt. De akkor már az lekészítette a temérde kukoricát a pallásul. Azt azt mondta, hát jó kántor uram, hát az Isten küldte magát én. Hát éppen kukoricát morzsolunk. Hát gyűjjék már belje. Hát ahol egy kis szép gyűjjék le, meg ahol egy szakajtó. Hát azt morzsoljunk. Volt már vagy este 10 óra, mikor ira telérde kukoricát lemorzsoltatták. Kántornak már csak úgy sajgott a terenye, mert hát az is gyengébb volt, mint az emberé, a paraszté. Nagy kúrom szemmel elment, arra se nézett, amerre a menyecske ment másszor. Egyszer oszt a menyecske, hát olyan jó szájas menyecske volt, azt mondja neki, hát kántor uram, hát már nem is köszön. Hát tudja mit, hát gyűjjék már el egyszer arra, mi felé. Am meg azt mondta az órából nagy mérgese, mi a? Már elfogyott a kukoricátok, amit lemorzsoltam. Hát, hogy a menyecske így próbára tette a kántor urat, ahután már nem szólingatta le a menyecskéket az úton. Köszönöm szépen.